Sziasztok, csomag érkezett Bontunk. A csomag bár nemzetközi ajánlott regisztrált küldemény, nem tudtam beazonosítani, azonban a tartalom watch, azaz, hogy óra, így már sokkal könnyebb helyzetben voltam, jelenleg egy olyan óra volt, amelynek időszerű volt megérkeznie, úgyhogy egy olyan sportórát bontok most ki, és mutatom meg, hogy milyen alaptartozékokkal érkezett, amely kicsit másabb, mint az eddigi sportórák, egy bluetooth-os sportóra, amely... Na, így néz ki, már hamar hozzá is fértem. Azért nézzük még, mit lapol a dobozban. Jajajajaj. Szóval itt van egy kis töltője. Elég érdekes. Az alján ilyen kis gumilap van, tehát nehezebben fog elcsusszanni. És a hátlaphoz pedig, ha minden igaz, ez tök érdekes. Ez mágnesesen csatlakozik, de hogy nem csatlakozik mágnesesen. De hogy kell pontosan behelyezni, ezt így nem is látom, de úgy látom, hogy ez a két pólus egymástól elég le van választva, tehát mondjuk bárhogy rárakjuk, ezzel fog érintkezni. Ezek a kis pöckök rugósak, úgyhogy talán a töltés így működni is fog, és egy nagyon rövidke kis kábelt adtak, tehát arra nem jó, hogy a falba bedugjuk, mindenképpen azt arra kell fektetni, valahogy azt meg kell oldani, hogy idáig eljusson egyszer az áram. Adtak hozzá egy kis kezelési útmutató, kis könyvecskét, feltehetően saját kis alkalmazással működik, amihez megtalálunk itt valahol biztos benne egy QR kódot is. Így van a saját applikációja letölthető. Ugye ez olyan sportor, amely az alapvető sportfunkciókat méri. És a kijelzője viszont nem a megszokott, hanem mutatókat látunk rajta, illetve egy nagyon kicsi kis kijelzőt, amelyet most per pillanat nem is sikerült behergelnem, és lehet, hogy ez azért van, mert igazából ez most még föl sincs töltve, külön a kis kijelző része az, amely a feltöltött taxiról működik, és feltétlenül ez a mutató része, bár ennyire még nem ástam bele magam, pedig beleépített elemről, 12 óra 35 perc van, úgyhogy beállítom a pontos időt, és működik is a kis kijelzőt, nem tudtam föléleszteni. Nézzük akkor meg, hogy melyik óráról van szó. Jelenleg csak egy gyors kicsomagolást mutatok erről, aztán a tesztet és a tapasztalataimat pedig kicsit később osztom majd meg veletek, ha már van mi. Tehát ez egy ilyen 35 euró körüli óra, és akkor a legfőbb sportfunkciói az a lépésszámláló, a kalóriaégetésmérő, a távolságmérő, bluetoothos irányítás, gondolom én alapfunkciókat tud kommunikálni a telefonnal, esetleg a naptárban lévő figyelmeztetés bejegyzésekről értesít, ébresztőóra, stopperóra, fényképezőgép távirányító hívás, fogadás, üzenet, emlékeztető. Nyilván ezen a kis jelzőn elolvasni nem lehet, de az értesítést megkapom, üzenetértesítő igen, képernyőzár, és hát itt kb. Ennyi. Azt írek róla, hogy vízálló, ez a kis felső üveg pedig nem tekerhető. És talán, ha belemegyünk a menüben, sem tudunk meg enni sokkal többet és jobbat. De azért kukkancsunk bele, azt írja, hogy a nem is értem egyébként, hogy például miért nyelveket, amikor szerintem itt csak kis ikonok fognak megjelenni. Na, tekerjünk csak, lenézzük. Tehát itt látunk néhány ikon, de szem úgyis élőben lesz a legjobb, meg itt látjuk a számok megjelenését. 50 méterig vízálló, ez azt jelenti, vagy 50 ms vízálló, ami azt jelenti, hogy másfél méterig 30 percen keresztül feltehetően nem fog beázni. Ne menjetek vele a víz alá azért, de nyugodtan kimehettek vele esőbe. Úgyhogy a mai napon ezt már fel is próbálhatom. Itt jelenleg nálunk esik az eső. Szóval sok-sok funkcióra lesz ez jó, és hát lehet, hogy fel sem tudom hozni, mert föl kéne töltenem. Na, egy pillanat rárakom töltőre, azt meglátjuk, hogy hogy viselkedik. Na, és akkor nézzünk egy töltőre helyezést, ugyan nem a saját kábelével, de mivel hagyományos egy töltőben lévő kábelt dugtam rá, és rárakom, és már is kérte, hogy hello, és éppen fejjel lefele. Igen, hát tölteni kell. Látjátok, hogy ez most nem volt feltöltve. Nem tudom megfordítani teljesen, mert akkor... Dehogy nem, mert hát tök jó, hát ezt így lehet rajta forgatni. Hát ez tök magány. Na szóval, és egyébként rezgett is most, ahogy ráraktam a töltőre. Igen, ezt fel kell töltenem, és akkor a kis kijelző akkor lesz aktív. Igazából ennyit lehetett kicsomagolásként hirtelen első körben elmondani erről a kis karóráról. A szíja amúgy fém, az anyaga
meglehetősen jónak mondható. Szóval töltés van, aztán majd jelentkezem részletesebb bemutatóval, hogyha már némi adatokat mért is rólam. Köszönöm, hogy ma is velem töltöttetek, további szép napot, sziasztok!